Ebben a kísérletünkben azt fogjuk modellezni, hogy miért vannak lefolyástalan területek a Szaharában. A műanyag tálcánkban egy sivatagot hoztunk létre, mégpedig úgy, hogy száraz homokot szórtunk bele, és kialakítottunk benne mélyedéseket, illetve folyóvölgyeket. Először kevesebb mennyiségű csapadékot fogunk a területre szórni, és azt tapasztaljuk, hogy a homokfelszín elnyeli a csapadékot teljes egészében, hiszen a homokos talaj nagyon gyorsan átereszti a vizet, jelen esetben a csapadékot. Ha viszont megnöveljük a csapadék mennyiségét, akkor azt láthatjuk, hogy a mélyebben fekvő területeken és a kialakított kis vízfolyásokban időszakosan megmarad a csapadékvíz. Ami azt mutatja, hogy ha a csapadék utánpótlás megszűnik a sivatagban, akkor ezek az időszakos kis tavacskák, vízfolyások kiszáradnak. Ezzel a kísérlettel próbáltuk szemléltetni, hogyan alakultak ki lefolyástalan területek, például az afrikai sivatagokban, a Szaharában, például a Csádtó környékén.